Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó nem más lesz, mint egy Secret Santa csomag pontás. Itt van a Secret Santa csomagom, amit még nem tudom kitől kaptam, mert vannak cseles Secret Santák, akik valahogy úgy csinálják meg a profilbeállításokat, hogy Secret Santa néven adják föl. Hát remélem nem fog nagyon visszhangozni ez a szoba, de egyébként hallom. Csak gondoltam, ha már be van rendezve ez a szoba stúdiónak, akkor csinálom itt. De ez így lehet, hogy nagyon visszhangos. Egy pillanat. Nagyjából talán egy fokkal jobb lett így. Oké, szóval itt van nálam a Secret Santa csomag, és ki kellene bontani. Nyilván ki fogom bontani. Szóval, ugye ez egy már egy ilyen booktube-os hagyomány. Jó pár éve csináljuk már, ezt mindig Evelyn szervezi a Pergamonra Hány Szavak csatornáról, és úgy szokott menni, hogy ilyen november elején kihúzzuk egymást, ilyen random sorsolós oldalon keresztül, összeállítjuk a kis csomagot, aminek van egy ilyen kerete, nyilván van benne egy könyv, ez az alapja, és elküldjük. És aztán kibontjuk, és ugye be van így időzítve, hogy hány napon keresztül menjenek ki a videók, hogy minden nap legyen videó. Én rakom ki az utolsó napon, tehát hogy én vagyok a végén. Na igen, ez a december eleje, ez mindig ilyen Secret Santa-s időszak, de hát akkor most már lássuk, hogy mi van a csomagban, mert egyébként azt hiszem már majdnem két hete megvan ez a csomag. Csak pont nem voltam itthon, és nem tudtam kibontani per fölvenni, úgyhogy most már itt az ideje. Nem egy doboz volt benne. Na, ezt már nehezebb lesz kinyitni. Igen. Közben elmondom, hogy ugye ennek minden évben van külön lejátszási listája, amit majd be fogok linkelni a leírásba. Szintén egyébként ez Evelyn csatornáján található. És azon az összes idei csomagbontós videónk meg lesz található. Sikerült? Nem sikerült. Na, szép jössz? Oké, asszem. Miért nem tépődött el? Na. Szegény dobozt is szétkaszabolom. Na, sikerült. Na, ez a látvány, amikor kibontam, van benne, már látom is, hogy egy, letakarom, hogy ne lássák, egy cicás. Karácsony kártya. Szerintetek, mint én egy türelmetlen ember vagyok, először meg szeretném tudni, kitől kapom a csomagot, nem a végén. Nos, az én Secret Santa-m Ági volt a Vida Ági csatornáról, úgyhogy köszönöm szépen Ági a csomagot, és mindjárt ki is bontom, már a kis cicás, az a baj, hogy itt nincs polcom, nem tudom, emelnek összecseszem itt a stúdióját. Na mindegy. Úgyhogy Ági volt az én Secret Santa-m, és Ági nagyon cselesen adta föl a csomagját, de hát nézzük. Biztos vagyok egyébként benne, Ági, hogy tetszeni fog minden, ami a dobosban van. Főleg tömőanyag, az a kedvencem. Na hát az első, amit megláttam, mert nincs becsomagolva, az savanyú gumicukor. Ennek most azért örülök kifejezetten, mert mostában nagyon, nagyon kívántam a savanyú gumicukrot, úgyhogy ezzel az a baj, hogy ez gyorsan el fog fogyni, de köszönöm szépen. Ez az. Savanyú gumicukor is the best. Beteg voltam november 1-én, és ugye olyankor szokott lenni ilyen gumicukor stand a temetőnél, amikor megyünk ki gyertyát gyújtani. Úgyhogy nem mentem, úgyhogy megkértem tesómékat, hogy hozzanak nekem savanyú gumicukrot, és nagyon csalódott voltam, hogy nem volt savanyú gumicukor. Igen. Következő, ez szerintem egy gyertya lesz. Nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy szeretem a gyertyákat, ugye? Mármint
Hú, nem is tudom. Az van ráírva, hogy Merry Spices. Ilyen karácsonyi fűszer illata van. Kicsit forrált poros vagy. Kicsit ilyen gyümölcsös, narancsos kicsit. Jó illata van. Lesz mit téged karácsonykor. Hát tényleg nem tudom, hova rakni, lássátok. Majd a végén csinálok róla close-upot. Következő. Próbálom szépen kinyitni, nem tudom miért, mert szerintem mindannyian tudjuk, hogy mégis a kukában végzi szegény csomagoló papír. Csoki. Ez a december, ez mindig ilyen hízlaló kúra időszak. Adventi kalendáriumok, csoki minden mennyiséggel, kinder csoki, nagyon szeretem azt is. Nem rázogatom inkább. Nice. Ez kávés csoki. Igen, én is ilyen a kávét infúziósan tudnám magamba adagolni ember vagyok, úgyhogy ez is egy nagyon teli találat. Oké, menjünk sorba. Egy milyen szépen tudsz csomagolni? Csúnyán kibontom. Nasi-nasi hátán. Fahéjas keksz. És ez ilyen... ilyen rá lehet tenni a bögre szélére. Típusú keksz. Nagyon menő, ilyet még nem is láttam. Nem mintha nálam az ilyen márktolgatós keksz cuccok megmaradnának annyi ideig, hogy rátegyem a bögrére. Tehát, hogy ez körülbelül 2 másodpercen belül a pocimban landol. Biztos nagyon finom lesz. Még nem ebédeltem, de már szemezgetek itt a nasikkal. És előtte lehet, hogy kéne egyet ebédelni. Ez szerintem egy könyvjelző lesz. Nyitom. Ez nagyon szép. Ilyen kis... ne rám fókuszál, ilyen kis madárkás. Nem tudom, mennyire látszódik, egy kicsit ilyen csillogós. Nagyon-nagyon szép. Hát lehet így jobban fog látszódni. Nagyon-nagyon szép ez a könyvjelző. Na, mehet a kollekcióba, vagy lehet fel is viszem magammal Pestre, mert ott nincs ilyen külön könyvjelző tartom, úgyhogy csak így elszórva, hogy egy-két könyvemben van benne, úgyhogy ez jó lesz oda, legalább lesz egy tartalék, mert általában olyan könyveket olvas, vagy kezdek el, amik fönn vannak már eleve. Na! És most jön a könyv! Na nézzük! Ági azt írta, hogy majdnem vett magának is a könyvből, de nem tudom, hogy nincs ilyen preferenciám most a polcomról, úgyhogy azt érzem, hogy puha vedeles, ennyit tudok megállapítani. Na nézzük. És emlékszem, mik voltak amúgy a polcomon. Ez Rusoly Mónikának az új könyve, a Kígyók országa. És ez idén jelent meg, könyvhéten pont, azt hiszem. Ő ugye magyar szerző, Gabónál. És azt tudom, hogy a Rusoly Móninak volt egy másik könyv tavaly, vagy tavaly előtt jelent meg, és az még talán BookTube könyvklub közös könyv is volt. Én nem olvastam tőle. Viszont most kijött idén ez, és mikor felraktam a polcra, tudom, hogy előtte direkt átolvastam Zsófinak az értékelését, mert egyrészt nagyon várták a többiek ezt a könyvet, és amikor a többiek nagyon várnak egy könyvet a csoportban, Discordon, akkor ez mindig olyan, hogy én is nagyon várom. Nem tudom, ez ilyen BookTube mind game, hogy
így adjuk el egymásnak a könyveket. Na mindegy. És egyébként baromi szép borítója van, és ha közelebb tartom, akkor nem tudom, észreveszitek-e mi az, ami egyébként engem van a borítóban abszolút meggyőzött. De segítek. Nem kell nekem sok a boldogsághoz, én ezt mindig elmondom. Az a lényeg, hogy amikor feltettem a polcra, direkt elolvastam előtte róla Zsófi értékelését, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, és én hittem a dolognak. És nagyon kíváncsi vagyok, mert egyébként nagyon dicsérik, úgyhogy meg egyébként is szeretnék azért magyar szerzők felé is jobban nyitni, mármint még jobban, szerintem egész jól nyitok már feléjük, de nagyon érdekelt, hogy milyen ez a könyv, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Nagyon izgatott vagyok, nem tudom, mikor fogom tudni elolvasni, de attól még nagyon örülök neki, úgyhogy köszönöm szépen, Ági. Meg hát köszönök szépen mindent, nem tudom egybe fölemelni, az nem próbálkozok inkább ilyenekkel, és látom a könyv az egyébként passzol. Meg a, nem tudom, nagyon esztetika, sok zöld a csomagban, a pirossal, ilyen jó karácsonyos. Én meg itt a mézes kalácsos melegítős ettemben nyomom karácsonyig ezen túl. Na majd csinálok valami vágóképet, ami normálisabban néz ki, addig eltakarítom minden a papírokat. Ez lett volna akkor az én Secret Santa csomagbontásom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, Ági, a nasik nem lesznek hosszú életűek, de minden másnak is nagyon örülök, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szóval köszönöm szépen, meg azt is köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és csekkoljátok a leírásban a lejátszási listát, amin a többi Secret Santa csomagbontás is megtalálható. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like-ombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!